Szeretettel köszöntöm Berét Pannit, a Budapesti Orvostan Hallgatók Egyesületének elnökét. Köszönöm, hogy eljöttél. Én is köszönöm a meghívást. Mesélj egy kicsit magadról, te mikor kezdtél bohézni és miért? Én 5. éves hallgató vagyok jelenleg az AUK-n, és 2 éve, hát több mint 2 éve kezdtem bohézni. Először drog, alkohol, dohányzás, prevenciós felelős voltam az Egyesületben. Az sajnos csak 1,5 évig, mert utána egészségfejlesztési elnök helyettesnek jelentkeztem. Akkor az volt a feladatom, hogy összefogjam a BOE-nak a prevenciós csapatait, minden szekcióért feleljek, hogy minden óratartás rendben menjen, legyenek világnapok, jól legyenek megszervezve. Nagyon-nagyon szerettem ezt a feladatot, és 1,5 évig csináltam. És idén szeptemberben lettem elnök, és ezt pedig még annál is jobban imádom. Úgyhogy ez az én BOE-s történetem, órákat tudok egyébként mesélni róla, hogy miket csináltunk, nagyon sok programot valósítottunk meg először, ami azóta már hagyomány lett, sokféle rendszert borítottunk fel, és hoztunk be új módszereket, ami szerintem jól működik most. Volt pár küldetésünk, amik annyira nem sikerültek, meg voltak fals próbálkozásaink is, de ez mindig benne van, és próbáltunk tanulni belőle, és újraépülünk. Úgyhogy így kezdtem bohézni. Egyébként a legelső programom az Egyesületben az első szemmelweis egészségverseny volt, ahol mint önkéntes vettem részt, az egyik állomásnál segítettem, és akkor szerettem vele igazán az Egyesületben, mert láttam, hogy mennyire lelkesek, mennyire szeretik csinálni, és igazából olyannal találkoztam, amivel az egyetemen előtte még soha, hogy valaki ennyire szeret csinálni valamit ilyen lelkesedéssel és teljesen önkéntesen, és ez ragadott el, és utána jelentkeztem vezetőségi tagnak én is, és ez volt az első bohés élményem. Örülök, hogy az egészségversenyt is említetted, mert ezzel kapcsolatban is akartam kérdezni egyet. Ugye ez már a 4. alkalommal van megszervezve. Ez hogy kezdődött ez a kezdeményezés? Hogy indult? Hát igazán izgalmas az egészségverseny története, mert a legelső úgy nézett ki, hogy nem fog megszerveződni. Én akkor még nem voltam itt, azóta ez már legenda, és én is csak hallottam, de a jelentkezési határidő előtti napokban még nem voltak csapatok. Talán 10, vagy nem tudom hány csapat volt, és az akkori vezetőség Hajnás Joci vezetésével felhívta nagyjából az összes magyarországi középiskolai vezetőt, hogy van ez a verseny, tessék jelentkezni, és akkor hirtelen lett 100 csapat a versenyben. Ugye 5 fős csapatokról van szó, szóval a legelső egészségverseny 500 fővel indult, és azóta ezek a számok már duplázódtak, triplázódtak, de hogy így indult ez a verseny. Az ötlet onnan jött, hogy ugye a BOE-ban főleg prevenciós előadásokat tartottak akkor. Ez egy frontális oktatás volt, ami szépen lassan egyre interaktívabb lett, de kiállt valaki 45 percben elmondta a tudnivalókat, a diákok meghallgatták és kaptak visszajelzést. Jó esetben ez persze beszélgetési fajult, illetve játékok is voltak benne, de ez volt a prevenciós oktatásunk, és látták az igényét annak, hogy a diákok inkább egy élményként tekintsenek az egészségfejlesztésre, prevencióra, és az egészségversenyen nagyon jó szintér volt, mert a csapatban tudnak játszani. Az egész egy óriási élmény, az online fordulóktól kezdve a döntőig. A döntőben itt van 30 csapat, akik egész nap mennek állomásról állomásra, orvostan hallgatókkal beszélgetnek, versenyeznek, izgulnak, kapnak nyereményeket. Szóval nem csupán egy száraz tudásanyag nekik az egészségnevelés, hanem valódi élmény. És innen jött az ötlet, hogy milyen jó lenne egy ilyen verseny, és azóta bebizonyosodott, hogy tényleg szükség van rá, és csináljuk el. És lesz idén esetleg valami változás az előző 3 alkalomhoz képest? Így van, lesz. Idén először 2 napos lesz a döntő. Eddig a korábbi években volt 1 vagy 2 online forduló, majd volt egy döntő. Ez nemrég már úgy volt, hogy 2 online forduló, azután egy egészségnapot kellett szervezni a csapatoknak, majd jöhettek a döntőre, a legjobb 36 csapat jutott be. És a 4. jutottunk el arra a pontra, hogy 3 online forduló van, egy egészségnapot is kell szervezniük a csapatoknak, és 2 napos döntőre jöhetnek, szóval egyre komolyodott a verseny. És hát a legfőbb változás az ez volt, mert ez mind logisztikailag, mind szakmailag sokkal nagyobb terhet volt a szervezésre, de úgy döntöttünk, hogy vállaljuk a felelősséget, és azt hiszem, hogy nagyon jól csinálják a szervezők a dolgokat, úgyhogy kíváncsian várom, hogy milyen lesz a 2 napos döntő 2 hét múlva, de én nagyon bizakodó vagyok, és szerintem ez óriási dobbanás és előrelépés a korábbiakhoz képest.
A BOL másik nagy kezdeményezése az a Balassagyarmati Egészségfejlesztési Program. Mesélnél pár szót erről a programról, a céljáról? Igen. Hát a Balassagyarmati Egészségnevelő Program az az egyetem egyik nagy projektje, amit a BOI-val együtt közösen csinál. Ez egy uniós projekt egyébként. Az egész projektnek a célja, hogy a balassagyarmati középiskolásokat úgy oktassák interaktív módon, hogy később ők ezzel a hosszú oktatási folyamattal valóban valamilyen változás alakuljon ki a gondolkodásukban és a habitusukban is. És az egész program úgy szerveződik, hogy ezt minél hatékonyabban tudják elérni. Ennek különböző eszközei vannak. Az egyik az, hogy az egész óra rendkívül játékos alakú és interaktív, nem csak az előadó beszél, nem is előadás az egész igazán, hanem a gyerekek feladatokat kell megoldaniuk, és nagyon jó szakmai vezetők találják ki azt, hogy az egész program hogyan alakuljon ki, és az, amit ők kapnak, az valóban valamiféle változást hozzon létre. Szóval maga az óra menete is nagyon különleges. Különleges az, hogy egy oktatónak egy saját csoportja van, amit másfél évig oktat. Szóval azok a gyerekek és az oktatók között kialakul valamiféle kapocs, így később tud tőle kérdezni, kialakul egy nagyon jó bizalom, ami alapján majd valóban elhiszi, amit mond, tudja, hogy bízhat benne, hogy hiteles információt ad át. Illetve nagyon különleges az oktatásban a Hashtag School nevű program bevezetése, ami egy online rendszer, ahol a gyerekek otthon is, meg az órán is tanulhatnak, a telefonjukon keresztül tudják használni ezt a rendszert, és akkor kérdéseket megválaszolnak, illetve úgy is tanulnak, hogy feladatokat kell megoldaniuk, és akkor így épül be a tudás. Szerintem ez is egy nagyon jó pont a Balassagyarmati Egészségnevelő Programban. Egyébként több aspektusa is van ennek a programnak, és az oktatás csupán az egyik, amit BOI és önkéntesekkel együtt végeznek. És hogy lehet önkéntesként jelentkezni? Meg hogy zajlik a képzése az oktatóknak? BOI és önkéntes bárki lehet az egyetem, aki voltak, és Major Dávidon keresztül kell egyébként jelentkezni. Ez nagyon jól benne van a hírlevélben, meg a honlapon is. Ő egyébként az Egyesület általános elnök helyettes, illetve a Balassagyarmati Program koordinátora az egyetemen. Szóval Dávidot kell keresni, ha valaki szeretne jelentkezni. A képzés szerintem nagyon jól struktúrált. Van egy nagy felkészítő képzés az elején, ami egy majdnem egész napos program, ahol magát az oktatás folyamatát beszélik át, hogy hogyan néz ki egy jó óra, mitől lesz igazán interaktív, mit kell kezdeni egyes oktatási helyzetekben, hogyan kell problémákat megoldani, illetve megtanulják a Hashtag School-nak a kezelését is, mint adminisztrátor, hogyan lehet ezt jól használni a gyerekeknek és jól átadni. Szóval van egy ilyen felkészítő nap, és utána pedig minden egyes óratartás előtt van egy felkészítő képzés, ahol az adott témát beszélik át. Szóval mondjuk elsősegélynyújtás oktatáshoz van egy felkészítő képzés, ahol tudnak gyakorolni az oktatók is, illetve magát az órát is eljátszák, hogy hogyan néz ki pontosan. És nagyon szeretem ezekben a felkészítőkben azt, hogyha valakinek valami nem tetszik az órával, vagy úgy gondolja, hogy van egy jó fejlesztési javaslata, akkor azt ott még bedobhatja, és ezzel akár még alakulhat is az óra. Szóval, hogy nagyon, nagyon jól bele lehet szólni a működésbe. Úgyhogy minden óra előtt van egy ilyen felkészítő, illetve hát amikor közösen busszal leutaznak Balassagyarmatra, akkor még a buszon mindig átbeszédik, hogy hogyan kell kinézni az órának, az még mindig kell pont, de úgy érkeznek oda az oktatók, hogy mint ahogy kilép egy színész a színpadra, és tudja, hogy mit kell csinálni. Egyébként én is oktató voltam, fél évig is óriási élmény volt, nagyon szerettem. És abból elnökeként van esetleg valami hosszú távú célod, talán esetleg megfontolod, hogy gondolod azon, hogy újra választásra jelentkezel? Én mindig úgy gondoltam a BOI-ra, mint egy birodalomra, aminek most már nagyon jó alapjai vannak. És hála elődeimnek, illetve a korábbi vezetőségnek és a korábbi tagoknak, szóval úgy érzem, hogy egészen stabilak vagyunk mostanra, és most már elkezdhetünk építkezni. Szóval a hosszú távú céljaim is olyanok, amik ezt a birodalmat tovább építhetik. Szeretnék néhány szakmai programot behozni az Egyesületbe. A terben van egy konferencia, fórum, terben van egy úgynevezett Semmelweis egészségfejlesztési pályázat, amiről majd bővebb infókat mondok később.
illetve van sok program, amit először csináltunk idén vagy tavaly, és szeretném azokat jól bejáratni a jövőben, hogy már hagyománnyá váljon, amikor is bizonyosodott, hogy szükség van rájuk, ilyen mondjuk a Train the Mad nevű eseményünk. Illetve mindig is cél lesz minden elnöknek, illetve minden vezetőségnek a kapacitás fejlesztés, hogy azt, amit csinálunk, azt a tevékenységet fent tudjuk tartani. Úgyhogy a kapacitás fejlesztés minden egyéb program mellett ugyanúgy elsődleges célunk, és folyamatosan azon gondolkozunk, hogy hogyan tudunk minél több embert bevonni, és őket minél jobban megtartani az egyesületnek. Úgyhogy ez a célom. Gondolkozom azon, hogy újrainduljak jövőre. Szerintem egy év kevés boelnökként, ez mindig így gondoltam, mert éppen ahogy belekerül az ember és átmegy az első megpróbáltatás, akkor már szinte vége is van. Úgyhogy talán szükség van 2 évre ahhoz, hogy valóban jól tudjon az ember dolgozni. Gondolkozom az újraválasztáson, de ez még később kérdés marad. Majd még eltudom, hogy hogyan sok sikert kívánok mindezekhez. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy itt voltál. Én is nagyon köszönöm.